Sátor a Jóújhely, Nova Mesto, Magyarország és Szlovákia közös határátkelő helye. Az autók szabadon, megállás nélkül hajtanak át. Természetes dolog lett napjainkra, pedig nem volt ez mindig így. Minden korban minden ország védte a határait, ám a két világrendszer idején különös határőrizeti módok alakultak ki. Magyarországon a határok védelmére a II. Világháborút követően határvadász, majd határőr szervezeteket állítottak fel, amelyek 1947-től a Honvédelmi Minisztérium irányította határőr parancsnokságokhoz tartoztak. Nyugaton a magyar-osztrák határt, illetve délen az ellenségnek kikiáltott titói Jugoszláviával közös határszakaszt lezárták, és már 1949-ben megkezdődött a műszaki zár, a határmenti drótakadály és aknazár telepítése. Sztálin halála utáni enyhülés és a megváltozott politikai körülmények miatt 55 júniusában az építkezéseket befejezetnek nyilvánították. Az 1956-os forradalom leverése után megint kiéleződött a nyugattal való viszony, ekkor már a lehetséges konfliktus iránya délről nyugatra, Ausztria felé helyeződött át. A kormány 1957. márciusában elrendelte a nyugati országhatár újbóli lezárását. A drótkerítés felhúzását és az újraaknásítást a műszaki csapatok 57. áprilisától 57. június 30-áig hajtották végre, és ezzel ismét leereszkedett a vasfüggöny. S jöttek a rendszerváltó évek. 1989. május 2-án Hegyeshalomban nemzetközi sajtótájékoztatón jelentették be, hogy a 350 km hosszú magyar-osztrák határon megkezdődött az elektromos határzár felszámolása. Június 27-én Horn Gyula, a magyar, és Alois Mok, osztrák külügyminiszter Sopronnál személyesen is átvágta a vasfüggönyt. A világ számos országából érkezett újságírók előtt lezajlott demonstratív külügyminiszteri akció szimbolikus és egyben történelmi pillanat volt. A jelzőrendszer teljes lebontása 1990. december 31-ig fejeződött be. Jó napot kívánok, útlevél ellenőrzés! Így kelhettünk át a határátkelő helyeken, még a Magyar Népköztársaság címerével ellátott útlevéllel a szocialista országokba. A nyugatra utazás ekkor még nem volt egyszerű, mindennapos dolog. Ekkor már a régi útlevélben ez a pecsét jelezte, hogy megnyíltak a határok, s nyugat felé is elindulhattunk. Ezután már a Magyar Köztársaság címerével ellátott útlevelet kaptunk, s ezt nyújtottuk át a határátlépéskor a határőrizeti szerveknek. Az ország határid barátságos, szelíd, vagy csak annak tűnik. Néhol, különösen éppen Sátoraljaújhely és Mikóháza között olyan közel került a kisvasúthoz, hogy szinte egy a sínekkel. És az országos két turistajelzés északi végpontjára a Nagymilicre vezető túrát nem is lehet végigjárni egy kis határsértés nélkül. Nem baj, aki bejelenti a szándékát a határőrségnek, az minden várakozás, írott engedély és kíséret nélkül oda mehet. És talán észre sem veszi, hogy azért szemmel tartják valakik valahonnan. A magyar-szlovák határ ma két végre baráti nép országának határa, de azért ezt is őrzik. Bár aki csempészni kíván, az ma már nemigen vállalja még ezt a kockázatot is. Inkább útlevelet vált és elvegyül az üdülni, rokonokat látogatni, vagy a megengedett határok között bevásárolni induló turisták mind népesebb tömegében. Ám időnként akad szökésben lévő vétkes, és akad magát fantasztikus kalandsorozatra elszánt disszidens, némelyik már két-három határon átjutott, aki erre veszi az útját. A határőrizetet és a határátkelést a 2004-es sorkatonai szolgálat megszűnéséig a határőrség látta el. Ez a szervezet nagy és emlékezetes múltat hagyott maga mögött Sátoraljaújhely történelem könyvében, és bizonyára sokan nosztalgiáznak az itt töltött katonai évekről, melynek a bevonulás volt az első állomása.
Mintegy 140 fiatal vonult be február 16-án sorkatonai szolgálatának teljesítésére a határőrség Miskolci igazgatóságának Sátoraja új helyi kiképző századához. Szülők, rokonok, barátok kísérték a laktanyába a leendő határőröket. A hozzátartozók megismerkedhettek a környezettel, ahol az újoncok kiképzési idejüket töltik majd. Közben megkezdődött az adatok egyeztetése, pontosítása, a változások bevezetése. A mindenre kiterjedő orvosi vizsgálatnak nagy jelentősége van, hiszen az ember próbáló kiképzés eredményes végrehajtásához fizikailag, lelkileg egészséges fiatalokra van szükség. Fazon igazítás után magukra öltik a kincstári ruhát. A csizma kezdetben valószínűleg sok gondot fog okozni a sportcipőkhöz szokott lábaknak. Hensperger György határőr vagyok. Honnan érkezett? Mádról. Mádi? Igen. Kicsit beszéljen a családjáról. Hát nős vagyok, két gyermekem van, egy 2 éves kislányom, illetve egy 5 éves kisfiam. Hát remélem, hogy jól érzik magukat otthon nélkülem. Munkahelye volt? Volt munkahelyem, igen. A Mádi általános iskolában tanítok. És hogy érintett ez a hír, hogy be kell vonulnia? Hát meglehetősen kellemetlenül. Mert? Mert éppen az előbb elmondott családi okok miatt. Hogy kicsik a gyerekek. Kicsik a gyerekek, a feleségem gyesen van, tanul. Én meg kibírtam volna. És mire számít, milyennek képzeli el így a katonai életet? Mit tud egyáltalán arról, hogy mi vár itt magára? Hát olyan túl sokat, nem csak a katona sztorikat, hát remélem, hogy túlélem. Minden katonáról fénykép készül a katonai igazolványhoz, majd raktárba kerülnek a civil ruhák, a csomagok. Az első ebéd, ami természetesen kitűnő babújás, nagyon ízlik a fiúknak. A bizottságokban sok minden kiderül, többek között az, kinek milyenek a képességei, érdeklődése, ki milyen feladatra lesz képes a későbbiek során. Az egyéni, családi, szociális problémák is itt nyerhetnek orvoslást. Én másik véleményt is meg szeretnék hallani, tehát idézőjelben mondom, nem őre gondolom, és így fogalmazott meg valaki. Birkának érezte önmagát, vagy kutyafalkának, hogy terelgetni? Hát azt hiszem azért ennyire élesen nem mondható ez. Meg én úgy hiszem, hogy fel tudtam rá készülni, tehát több helyről érdeklődtem, hogy mi várható. A következő napok minden esetre a beilleszkedéssel, az alapvető katonai feladatok és egymás megismerésével telik el, majd megkezdődik az egy hónapos általános katonai kiképzés és alaki felkészülés a március 4-i ünnepélyes katonai eskütételre. A katonai eskütételnek a 90-es évek elején még a város főtere adott otthont. Március 14-én a város általános és középiskolásai futóversennyel köszöntötték március 15-ét. A versenyt a polgármesteri hivatal sportosztálya szervezte. 5 korcsoportban mintegy 500 résztvevő futotta le az 1848 méteres távot. A város polgármestere Katona Rezső adta át a helyezetteknek járó díjakat, gratulálva a versenyzőknek teljesítményükért. Ezt követően katonai eskütétellel egybekötött csapatzászló átadási ünnepség zajlott a város főterén. Az ünnepséget a város önkormányzata és a határőrség Miskolci igazgatósága szervezte. A csapatzászló és március 15-e emléke tette különösen jelentőssé e városi eseményt. A himnuszt követően Rókai Béla ezredes kerületigazgató köszöntötte a szülőket, hozzátartozókat, a város lakóit, majd Katona Rezső, a város polgármestere a következő szavak kíséretében adta át a város által adományozott csapatzászlót. Kedves fiúk, kedves szülők és hozzátartozók, tisztelt vendégeim! Öröm számunkra az, hogy ezen a napon együtt ünnepelnek új hely polgárai a Isten igyekerült határőr századunkkal. Ebben az együtt ünneplésben van erő és sok öröm.
Nem véletlen az, hogy március 15-ére időzítettük ezt a kis és nagyon szép ünnepséget, mert hiszen szépapáink annak idején nem csak a polgári demokratikus szabadságjogokat vívták ki maguknak akkor, hanem a nemzet szuverénitását is, ha csak rövid időre. És mi más fognak ezek a fiúk csinálni itt egy éven keresztül, mint hogy törzik határainkat a magyar szuverénitást. De ez az ünnepély tulajdonképpen esküvi zászlóátadás is. Vajon mi van emögött a gesztus mögött, hogy a város zászlót ad a határőreinek? Sok szép és nagy gondolat. Elsősorban az, amit úgy mondhatnánk, hogy megbecsülés. Mi megbecsüljük, tiszteljük katonáinkat, határőreinket, azokat, akik ránk vigyáltak. És szeretjük is katonafiainkat, és ezt a szülőknek is mondom, hogy egy vendégszerető városba kerültek ide fiaikat. Azon kívül nem csak a megbecsülés, hanem az együvé tartozásnak is jele ez a zászló. Annak az együvé tartozásnak, hogy mi civilben, ki egyenruhában ugyanazért a hazáért dolgoztok, szolgáltok, és ez nagy dolog, hogy egy oldalon állunk. Titeket, fiaim, senki sem fog arra kiképezni, hogy más nép elnyomására, vagy akár a saját népetek elnyomására használhatok fegyvereiteket, amire sajnos véres és szomorú példa van határainkban. Ti a hazát fogjátok őrizni, és a fegyvert csak azok ellen használjátok, akik törvényt és hatást értenek. De ez a zászló még ennél is több, ez jelkép. Jelképet tulajdonképpen a magyar szabadságnak és az igazi hazaszeretetnek. És valamit ne felejtsetek el az igazi hazaszeretetről sohasem, amit ki és Gyula úgy fogalmazott meg, hogy az igazi hazaszeretet az óv, ápol és megőriz, és nem irányul senki ellen. Hát őrizzétek és óvjátok ezt a hazát, magyar szuverenitást és a hazának minden kincsét. Prókai Béla kerületigazgató, a katonai becsület, a dicsőség, az együttműködés jelképeként köszönte meg ezt a zászlót, és biztosította a résztvevőket, a város polgárait, a haza és a város iránti hűségükről. Ő is hangsúlyozta, hogy a város és a határőrség több évtizedes jó kapcsolatát koronázta meg ez a csapatzászló. A csapatzászlót az ökumenikus szertartások szerint szentelte meg Makranci Géza, a római katolikus egyház papja, plébános kanonok, Farkas Zoltán református lelkész és Szabó Gábor görög katolikus káplán. A zászlószentelés után 100 újonc határőr tett katonai esküt. Ők a sátorajóhelyi kiképzés után Borsod megyében teljesítenek majd határőrizeti, rendészeti szolgálatot. Az eskütétet követően Kis Kálmán vezérőrnagy, a határőrség törzsfőnöke, az országos parancsnok első helyettese mondott ünnepi beszédet. Tisztelget 1848 nemzeti hősei előtt, és hangsúlyozta, hogy március 15-ét, a legnagyobb nemzeti ünnepünket soha semmilyen kényszerítő erő nem tudta elsorvasztani, mert a legnehezebb időkben is ott élt a nép hű fiainak szívében. Az 1848-hoz hasonló forradalmi feladatként jellemezte a mai rendszerváltás időszakát, amikor is jobbak az esélyeink a demokrácia, a szabadság, a teljes szuverenitás kivívására, hisz mindenhez a nemzetközi feltételek ma adottak. Hangsúlyozta, hogy a szabad, független hazára esküdtek fel az újoncok. Felhívta a figyelmet a mai csöppet sem könnyű határőrizeti helyzetre, hisz szinte új népvándorlás bontakozik ki szemünk láttára Kelet-Európában, új államok alakulnak, menekültek tízezrei kérnek bebocsátást az országba, és bizony a déli határainkon háború dúl még mindig. Megköszönte a városnak a csapatzászlót, majd a város polgármesterével, a kerületparancsnokkal együtt elhelyezte a hálaadás koszorúját a Kossuth szobor talpazatán. Az ünnepség végén az esküdtett újoncok díszmenettel tisztelegtek a felszertelt csapatzászló előtt.
90-es évek közepén aztán felgyorsultak az események, sorra nyíltak a korábban bezárt határátkelők, melyek térségünket is érintették. Március 1-én két új szlovák-magyar határátkelővel gazdagodott a zempléni térség a Miskolci Határőri Igazgatóság területén. Délelőtt a Sátorajaújhely és Szlovenské Nové Mesto közötti régi új átkelőn nyílt fel a sorompó, amely már nem ketté osztja, hanem összeköti a két Ronyva parti város lakóit. Ők gyalogosan, illetve kerékpárral közlekedhetnek minden nap reggel 6-tól este 8-ig. Sátorajaújhely polgármestere szerint a következő lépés azt elérni, hogy személygépkocsival is igénybe lehessen venni az átkelőt. Délután Pácin és Velki Kamenec nagykövest között nyílt fel a sorompó. A pácini határátkelő szó szerint ki lett koplalva, hiszen 5 éve tartott az a petíciókkal és sztrájkkal tarkított küzdelem a határ újranyitásáért, amelynek idén januárban a szlovák és a magyar kormányfő találkozója újabb lökést adva végre megvalósulhatott. A két határátkelőhely megnyitásán szlovák részről Rudolf Autner pénzügyminisztériumi államtitkár, magyar részről Bárfai Béla a pénzügyminisztérium helyettes államtitkára mondott beszédet. Nem kell már a páciniaknak és a nagykövesdieknek 100 kilométeres kerülőt megtenniük, hogy az alig pár száz méterrel lakó rokonaikat, ismerőseiket meglátogathassák. Barati Attila pácin polgármestere. Tehát szeretném megköszönni a jelenlévőknek. Ďakujem všetkým prítomným za účasť na tomto slávnostnom zhromaždení. Mind a szlovák és mind magyar részről, hogy itt vannak a mai határátkelő megnyitásán. Jak slovenské, tak maďarské delegácii, že sa zúčastňuje na tomto otvorení. Ugyanakkor egy picikét a szívem is fáj. Zároveň by som chcel povedať, že ma trošku bolí srdce. Én magam szerettem volna, gondolom önökkel együtt. Ja sám a myslím, že je to aj váš názor. Ha a magyar köztársaság és a szlovák köztársaság kormányai, ak by predstavitelia vlád Maďarskej republiky a Slovenskej republiky, a képviselői legmagasabb szinten képviseltetik magukat a mai határátkelőhely átadásán, boli prítomní pri otvorení tohto prechodu na najvyššej úrovni. De talán igazuk van, hogy úgy ítélték meg a jelenlegi helyzetet, možná, že majú pravdu, keď posúdili dnešnú situáciu, hogy egy békés határnyitás talán a legjobb szolgálatot tenné a két ország kapcsolatépítése szempontjából. Pácin rendkívüli képviselőtestületi ülése dr. Jaromír Kolicsák szlovák vámparancsnokot és Arnold Mihály vezérőrnagyot, a Vám és pénzügyőrség országos parancsnokát az átkelő megnyitásában szerzett érdemeikért a község díszpolgárává fogadta. Részt vett az átadási ünnepségeken Nováki Balázs vezérőrnagy, a határőrség országos parancsnoka is. G. Nagyné dr. Maczó Ágnes, a parlament alelnöke, magánemberként vett részt az ünnepségeken. Átvágták a szalagot, és megnyílt az átkelő a két ország állampolgárai számára. Európában pedig tovább folytatódtak a változások, és 2004. május 1-én Magyarország az Európai Unió tagja lett 9 új tagállam felvételével. Ekkor már elég volt az útlevél helyett a személyi igazolvány a magyar-szlovák határátlépéshez. És ebben az évben megszűnt a sorkatonai szolgálat is, így a határrendészeti feladatot már tisztán hivatásos állomány látta el. 2007. december 21 egy újabb dátum, mely bevonult a történelem könyvekbe. Hazánk teljes jogú tagja lett a Schengeni övezetnek, mellyel szabad átjárás nyílt a magyar-szlovák határon is, mely a határőrség megszűnésével is járt Sátorajaújhelyen. A sokaknak örömteli esemény a hivatásos állományban természetesen szorongással párosult. Vigyázz! Tábornokba jelentem, a kirendeltség személyi állománya, évet értékelő állománygyűlése együtt áll. Köszönöm, szervusz! Jó reggelt kívánok! Erőt, egészséget!
Évet értékeltek és egyben búcsúztak is a sátoraljaújhelyi határőrök a schengeni csatlakozás előtti utolsó állománygyűlés keretében. Bár ez alkalommal is kiderült, hogy eredményesen tevékenykedtek a határőrök, hiszen például a csökkenő létszám ellenére a jogellenesen elkövetett cselekmények felderítése jó volt, mégis kicsit szomorkás, meghitt hangulat jellemezte az értekezletet a schengeni csatlakozás nyomán bekövetkező változások miatt. Az itt dolgozó kollégáim a hegyközben, bodor közben a városban laknak. Sokat tettek azért azon túl, hogy a határt őrizték, sokat tettek a határrend fenntartásáért, sokat tettek az itt élő állampolgárok biztonságáért. Azért, amikor nagy hó volt, árvíz volt, akkor kollégáim akkor is helytálltak. Mindig is éreztük, éreztem személyesen is a lakosság megbecsülését. A mai nap végül is ugye az utolsó állománygyűlés lesz az új helyi kirendeltségem. Legyen bármilyen valaki kemény férfi és kemény katona határőr. Ilyenkor el tud picit érzékenyülni, de azt hiszem, hogy ezt ma lehet. Ezt megtehetjük mindenfajta szégyenkezés nélkül. A jelenleg Újhelyben és annak illetékességi területén szolgálatukat teljesítő határőrök többsége a rendőrség keretében a régióban marad. Én úgy érzem, hogy mindent megtettem azért, hogy a kollégáim olyan helyre kerüljenek, ahol helyet tudnak majd állni, és sok kollégámnak sikerül még magasabb beosztásba is kerülni, mint mikor itt dolgoztak nálunk. Nehéz feladat abból a szempontból, mert több mint 20 éve dolgozom én is a határőrségnél, itt kezdtem pályafutásomat. Sok kollégám, akik most átkerülnek rendőrség állományába, a közúti átkerülőm, vagy pedig járőrként kezdték feladatokat. Tehát nekik is ezzel véget ér egy fejezet, és mindenki tudomásul vette azt, hogy az élet ezt hozta, ilyen döntések születtek, nekünk ezzel együtt kell élni, meg kell majd újulnunk, új feladatokat kell majd végrehajtanunk, ezt fel kell nőni, és bízom benne, mindenki ezt majd végre is tudja hajtani. December 20-án az utolsó ünnepi pecsét kerül majd az útlevelekbe a határállomáson, utána 2 hétig mélységi ellenőrzést végeznek a határőrök, majd január 1-től már a rendőrségnél kezdik meg munkájukat. 2007. december 20-án ez a történelmi pecsét már emlékként került be az útlevelekbe. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Sok szeretettel köszöntöm Önöket! A Zemplén Televízió Szolgálatban című műsorát látják. Sokan úgy tartják, hogy amit ma megélünk, az holnap már a történelem része. Erre talán jobb példát nem is hozhatnánk, mint a schengeni csatlakozást. December 21-e előtt a határőrség még a magyar rendvédelem részét képezte. Ma már lassan, mint történelemről beszélhetünk róluk is. December 20-án 24 órakor közös ünneplésre invitálta a Sátoraljaújhelyi Határrendészeti Kirendeltség mindazokat, akik őket szerették volna búcsúztatni, illetve köszönteni a schengeni csatlakozást. Ha velünk tartanak az elkövetkezendő percekben, megláthatják, hogyan is tették ezt. Kirendeltség, gyász! A magyar himnusz most búcsúzást jelentett a határőrök számára, akik az átkelőnél 2007. december 20-án éjfélkor a város lakóival, barátokkal együtt jelentek meg.
De nem csak ők, hanem a szlovák kollégáik is az ünneplőkkel tartottak el késői órán. Búcsúzás mellett köszöntötték a jelenlévők a Schengeni övezethez történő csatlakozást is. A határról levonuló állomány ezután a táblát is levette az épület faláról. Woo!
Hátoraljaújhely polgármestere és a szlovák Terebesi járás képviselője ezután jelképesen elfűrészelte a sorompót, immáron megnyitva a szabad átjárást a két ország között. Majd a közös ünneplésre mindenkinek jutott egy pohár pezsgő, na és egy kis tűzijáték. Már megállás nélkül jöhettek-mehettek a teher és személygépkocsik. Nem volt útlevél, úti okmány és egyéb vizsgálat. Egy azonban biztos, akárhányszor átlépjük majd a már nem létező, de még sokakban sokáig élő határt, a határőrség szelleme mindig ott lebeg majd. Határa! És alig történt meg a schengeni csatlakozás, a Sátoraljaújhelyi határállomáson néhány nap múlva leszerelték azokat a bódékat is, amelyekben nemrég még az okmányokat ellenőrizték. A teherautókra pakolt bódékat ezután elszállították, majd már valóban nem volt fizikai akadálya sem a szabad átkelésnek ennél az állomásnál. Az időutazás alatt talán sokunknak eszébe jutottak az egykori határátkelések, amikor Trabantunkba, Skodánkba próbáltuk eldugni a húsvéti sonkát, a virslit, a sört, vagy éppen azt a dolgot, ami olcsóbb volt a szomszédban. Bár a 90-es évek eufóriája eltűnt napjainkra, ám a nyitott határokat bizonyára a többség a változások egy nagy sikerének tartja.